A tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve a hazaiak voltak a mérkőzés esélyesei, az első negyedben azonban jól tartotta magát a fővárosi együttes, 10 perc játék után mindössze 2 ponttal vezetett az NKS. A folytatásban aztán ellépett ellenfelétől a házigazda, a nagyszünetben már 14 pont volt a két csapat közötti különbség. A harmadik játékrész 1 ponttal a Kislenke akadémiáé lett, de a záró 10 perc ismét a nyíregyházi kosársuli fölényét hozta. Végül közel 100 pontot dobva magabiztosan szerezte meg a kemény összecsapásokkal tarkított meccsen a győzelmet Farkasinszky Gyuláné együttese. Az elején beleszaladtunk egy olyan szituációban, hogy vezettünk már 10 ponttal, de valami szinten lankadt a koncentrációnk, kihagytuk a helyzeteket, nem úgy védekeztünk, és följött Egára, a Kislenkesült átvette a vezetést, és onnantól kezdve kezdődött el ez az igazán paprikás hangulat, mert hogy most magunkra húztuk az ellenfelet, tehát az ellenfél elhitte azt, hogy őnek itt ma van keresnivaló, és mérkőzést fog tudni nyerni, és innentől kezdve azért nagyon nehéz volt nekünk úgy koncentrációban, dobásban és minden másban fölvenni a versenyt, hogy ez a későbbiekben ne okozzon gondot. A második fél időre sikerült ezt a kérdést megoldanunk, akkor ugye sikerült úgy rendezni a sorainkat, védekezést váltottunk, tehát beálltunk egy kis zónavédekezésre, megpróbáltunk más taktikával játszani, tehát megpróbáltunk nem csak a palánk alatti helyzeteket, hanem külső kiosztásokból is pontot szerezni, és ott azért kialakult ez a 15-20 pontos előny, és ugye itt már nyugodtan fölmehetünk küldeni a fiatalabbakat, és ők is tudták tartani ezt az eredményt, tehát ugyan kicsit paprikás hangulatban, de végül győztesen hagytuk el a pályát. Vasárnap idegenbeli mérkőzés vár a nyíregyháziakra, az eddig mindössze egy győzelmet szerző Tatai Esi otthonában lépnek pályára Borza Lauráék. A Tata már most kezd új játékosokat hozni, tehát Székesfehérváron több játékost is beigazolt. Ugyan ez azt, tehát látszik az eredményén, hogy már sokkal több pontot dob, sikerült is egy győzelmet szereznie. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ez a Tata nem okozhat nekünk gondot és problémát, tehát idegenben is meg kell nyernünk ezt a mérkőzést. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a TFSE második csapata vezeti 100%-os teljesítménnyel, 14 győzelemmel, megelőzve a 11-2-es mutatóval rendelkező kanizsai vadmacskákat. A nyíregyházi kosársuli 8 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen várja a folytatást.